A tűzijáték használatát törvény szabályozza. Ez szerint a tűzijáték egész évben vásárolható és felhasználható, a korlátozás kizárólag a nagyobb, hármas kategóriájú termékekre vonatkozik. A törvény tiltást is tartalmaz. 2003-ban betiltották a petárdát, és azóta nem lehet forgalomba hozni, és nem is lehet használni. A törvény ellenére minden évben pukkannak a csak illegálisan beszerezhető petárdák. A durroktatás drága lehet, a sérüléseken túl 150 ezer forintja is bánhatja annak, akit rajta kapnak. A köztudatban még mindig sok a félreértés a témával kapcsolatban. A petárda az nem tüzijáték, tehát teljesen különfajta termék. A tüzijáték termékek egy komplex egységet alkotnak, ezek bombettetelepek, párcáslakítás kis játékos termékek a petárda, az meg petárda. Az év utolsó napjaiban nem csak szaküzletben, hanem ideiglenesen felállított bódékban, standokon is lehet tűzijátékot venni. A konténerből nem jó vásárolni, hiszen ott párás a termék, ezek pedig mindig minőségiek, hiszen normális körülmények között vannak tárolva. A fel nem használt terméket is száraz helyen kell tárolni, lehetőleg nem a lakásban. Legjobb visszavinni a boltba, hiszen a forgalmazó köteles azt visszavásárolni. Ezért nem állt, ha a tűzijátékot nem utcai standon vagy sem. A összetákolt bodegában veszik meg.